A Kozár Mislent fogadta a Budapest Honvéd a Merkantil Bank Liga második fordulójában a Bozsik Arénában. A találkozó 31. percében a piros-feketék szerezték meg a vezetést Holman Dávid szabadrugása után, Bence Leitner Barna fejelt a kapuba. Ez volt a balhátvéd szezonbeli második gólja. A térfélcserét követően a vendégek akarata érvényesült. Az 53. percben Kozics Barnabás szögletét a berobbanó Gaják Gergő bólintotta a hálóba. A 71. percben Beke Péter lövését még blokkolta a Kálnoki Kis Dávid, de Kirchner György labdáját Vajda Roland a kapu jobb oldalába tekerte, ezzel pedig fordított a Kozár Misleny. A hajrában több helyzete is volt a Honvédnak. A 93. percben a debütáló Simon Benedek beadását Haragos Viktor lőtte fölé, majd a bal oldalról végezhetett el szabadrúgást a házigazda. A remekül játszó Holman Dávid beívelés helyett a bal felső sarkot célozta meg, Lékai Soma azonban bravúrral paskolt a szögletre a labdát. Krajcsovics Ábel sarokrugását követően a védők az előre húzódó Dús Gellért, illetve Haragos Viktor elől is tisztázni tudtak, de maradt még idő két kispesti szögletre. Lékai kapus azonban előbb Dús fejesét ütötte a léc fölé, végül pedig a születésnapos Kálnoki Kis bólintását is hárítani tudta. Ez volt a találkozó záró akkordja, a Kozár Misleny 2-1-re nyert a Honvéd otthonában, a vendégek a következő körben a haladást fogadják, míg a kispestiek a Nyíregyháza ellen játszanak Balmazújvárosban.